Jó reggelt! Áldott napot! Isten népe, ébresztünk! Győztes, sikeres, áldott, teljes, királyi papság és szent nép! Isten népe, ébresztő! Gyönyörű áldott napot kívánok, Isten népe, ébresztő! Nagyon örülök, hogy Isten igével kezdhetjük a napot. Isten igé ma is energizál téged, azt mondja a zsidó levele, hogy Isten igé élő és ható, egy élettel teljes, egy energiával teljes. Ezt mondja, hogy élő és hatékony, és ma is dolgozik, és munkálkodik benned, mert amikor az ige kimegy, nem csak maga az ige megy ki, hanem az erő is, ami létrehozza azt, amiről az ige beszél. Halleluja! Így hallgass ma is Isten igéjét. Nyitott szívvel, nyitott szellemmel, hogy megteremje benned a megfelelő gyümölcsöket. A mai rapszódi címe elküldettél, hogy elmondd az ő történetét. János 14:9. Mondanéki Jézus, annyi idő óta veletek vagyok, és mégsem ismertél engem meg, Fülöp. Aki engem látott, látta az atyát. Mi módon mondod azért te, mutasd meg nekünk az atyát. Szerte a világon az emberek Jézus nevében imádkoznak. Tanítanak róla utcákon és templomokban is minden héten. Egyesek könyveket írnak róla, mások énekelnek, és az ő nevében prófétálnak. A fájdalmas igazság azonban az, hogy sokan nem ismerik őt igazán. Igaz, hallottak róla, de ő nem csupán egy nagy vallási vezető, ahogyan sokan tudják. Ő Isten. Sajnos még a tanítók között is van, aki csak megváltóként ismeri őt, aki megváltott a bűneinkből. De Jézus sokkal több ennél. Ő maga az Isten, mindenható, halhatatlan Isten, aki az isteni dicsőség megközelíthetetlen fényében él, egyenrangú az atyával, és az istenség megtestesítője. Jézus a királyok királya, és mindennek az ura. Neki adatott minden hatalom menjen és földön. A földön és a föld alatt. Mi az ő tanúi vagyunk, és tudatnunk kell a világban, hogy ő valóságos, és azért jött, hogy emberként halljon meg minden emberért. Feltámadt a halálból, és örökké él. Foglalkozzunk azzal, hogy az egész világnak beszéljünk róla. A munka, amit itt a földön végzünk, nem öncélú. Egy napon elmondjuk majd az utolsó embernek. Megtartjuk az utolsó konferenciát, vagy az utolsó istentiszteletet. Mindent bevégzünk, amit kért, és akkor meghalljuk majd a bizonyos trombita szót. Megjelenik az Úr, és megkapjuk a dicsőség koronáját. És mikor megjelenik a főpásztor, elnyeritek a dicsőségnek hervadhatatlan koronáját. Halleluja! Tudod, ez a te urad, Jézus vissza fog jönni, ezért kell hirdetnünk minden teremtménynek. Mi vagyunk a pogányok, és a zsidóktól most hozzánk fordult a kegyelem. A zsidók elutasították Jézust, ezért ő a pogányokra árasztotta ki az ő kegyelmét, és a zsidóknak a nósza szellem értelme, szívértelme, szellem felfogó képessége homály és lepel van, hogy ne ismerjék az igazságot. És most a pogányokon van ez a kegyelem, hogy megtérjenek, hogy üdvösségre jussanak, és amikor az utolsó pogánynak a száma is betelik, nem tudjuk, ki lesz az, vagy hol, de az utolsó ember is megtér a pogányok közül, és az a bizonyos létszám, ami az atyának az akaratában van, betelik, akkor Jézus Krisztus vissza fog jönni. Trombita szóval, arkangyal szózatával, isteni harsonával alászáll az égből, és először feltámadnak, azt mondja az ige, akik Krisztusban megnyugodtak. Tehát először a szentek, akik már Krisztusban haltak meg, akik a mennybe vannak most szellemben,
feltámadnak testben, akik Krisztusban megnyugodtak. Aztán mi, akik élünk, elragadtatunk. Mi egy szempillantás alatt fogunk elragadtatni, és a fizikai testünk átváltozik mennyei testé. És azt mondja erről a mennyei testről az ige, hogy romolhatatlan lesz, tehát nem fog öregedni. Halhatatlan lesz, tehát képtelen lesz megbetegedni, képtelen lesz, semmi rossz nem fog történni vele, halhatatlan lesz, erőtlenből erős lesz, gyalázatosból dicsőséges, tehát nem lesz, nem kell majd aludnod, vécére menned, köhögnöd, a gyalázatos dolgai a testednek megszűnnek, gyalázatosból dicsőséges lesz. Tehát romolhatatlan, halhatatlan, dicsőségteljes és erős testünk lesz, és akik Krisztusban meghaltak, azok elragadtatnak, azok feltámadnak mennyei testben, és mi, akik élünk, elragadtatunk egy szempillantás alatt, és mennyei testet fogunk ölteni. Csodálatos lesz majd az Úrral együtt. Halleluja! Mondjátok utánam az imát. Áldott Úr Jézus, milyen nagy vagy Te! Te vagy a láthatatlan Isten, királyok királya, és mindennek az Ura. Minden hatalommal a mennyben, a földön és a föld alatt. Te vagy a Mester és az Uralkodó. A legfelsőbb tekintély, az elsőbbséggel rendelkező. Teljes szívemből hiszem, és megvallom a számmal, hogy Te vagy az én Uram, Te vagy az én Istenem mindenek felett. És az, aki mindent teremtett, szeretlek, Uram. Halleluja. Ő a Te erőforrásod, a Te győzelmi koronád, és ezért én kívánom neked, hogy így érte, nyerj lelkeket, a léleknyerés mindannyiunknak a feladata, hisz Jézus mennybe menet előtt ezt közölte, hogy szélesebb világon tegyetek tanítványokká minden népet. És ezt hagyta ránk Jézus, és ezt kell végeznünk. Ez a Te mandátumod is, ez a Te feladatod, hogy kiürüljön a pokol, megteljen a menny. Ezt kívánom neked. Nagyon örülök, hogy velem tartottál. Gyönyörű áldott napot kívánok. Isten áldjon meg téged. Jó reggelt! Áldott napot! Isten népe, ébresztünk! Győztes, sikeres, áldott, teljes, királyi papság és szent nép. Isten népe, ébresztünk!